akkor most beszéljünk arról, hogy mik lehetnek a gyermekkori ártalmas élmények, amelyek nagyon komoly következményekkel bírhatnak felnőtt korunkban. Ezeket a gyermekkori ártalmas élményeket úgy fejezi ki az angol, hogy Adverse Childhood Experiences, vagyis rövidítve ACEs, ebből 10 ilyen élményt azonosítottak, és az a nagyon tragikus ezzel kapcsolatban, hogy a 10 vezető halálok közül, amiben egy ember meghalhat a világban, legalább 5 összefüggésbe hozható ezekkel a gyermekkori ártalmas élményekkel. Na de hogy mik lehetnek ezek a gyermekkori ártalmas életesemények? Családon belüli erőszak és annak minden formája. Ha valamelyik szülő elhagy minket, vagy elhagyáshoz hasonló élményünk van, mondjuk egy válás miatt. Ha az egyik vagy mindkét szülő mentális zavarban szenved. Fizikai, szexuális vagy érzelmi bántalmazás elszenvedése gyerekkorban. Ezt úgy is kifejezhetjük, hogy abúzus. Az abúzust arra az esetre értjük, amikor egy aszimmetrikus kapcsolatban valaki visszaél a hatalmával egy másik emberrel szemben. És nyilvánvalóan a gyermekek esetében mindig arról van szó, hogy egy felnőtt visszaél a hatalmával, visszaél az erejével, visszaél a pozíciójával. A fizikai és az érzelmi elhanyagolás is ártalmas gyermekkori életeseménynek vagy élménynek minősül. Az is ártalmas lehet, hogyha az egyik szülő börtönbe kerül. És végül, de nem utolsó sorban, azt gondolom, hogy ezzel sokunknak van dolga ebben az országban, az alkohol és a drogfüggőség vagy droghasználat a családban szintén egy ártalmas gyermekkori életesemény, és Magyarország ezzel nagyon rosszul áll.